DVTK. A Borsodi és a Volkswagen bemutatja. Talán azt mondom, hogy kicsit közelebb álltunk a győzelemhez. Tehát egy döntetlenül azt mondtam volna, hogy kár, hogy nem hoztuk el a 3 pontot, mert azért megnyerettük volna a mérkőzést. Így természetesen még rosszabb, hogy főleg egy ilyen utolsó másodpercben kapott gól ki is kaptunk. Úgyhogy 3-ból 0 lett, én egy kicsit így látom. Igen, én is úgy éreztem, hogy egyelő ellenfelek voltunk. Talán több helyzetet tudtunk kidolgozni, többször jutottunk el az ő 16-osukig, de az utolsó megoldásaink nem sikerültek, és nem tudtunk nagyobb gólveszélyt jelenteni a kapujukra. Hát ez a meccs ez így jött össze, szerintem nagyon szerencsétlen volt mind az ellenfél kapujánál is a helyzetek, és a mi kapunknál is úgy jöttek a gólok, ami egy kicsit viccesnek tűnhet. Volt egy pár olyan lehetőségünk, főleg a második fél időben, amit ki kell használnunk, és ez nem sikerült, de ez nem azt mondom, hogy a mostani mérkőzés nem sikerült, hanem általában ez nem szokott sikerülni, és ezen mindenképpen változtatni kell. Hiányoznak a végén azok a higgadt megoldások, pontos passzok, pontos befejezések, amiken nyilván ezeket csak edzésen tudjuk gyakorolni, tehát ott is oda kell 100%-ig koncentrálni minden egyes helyzetre, passzra, zicser passzra, úgyhogy igazából ez rajtunk múlik, tehát ez a mi felelősségünk, hogy ezen változtassunk. Hogy volt ez a 11-es szituáció? Hát a Barci Dávidtól kaptam egy nagyon szép labdát, sikerült megelőznöm a belső védőt, aki szerintem a kapusra várt, én egy kicsit úgy éreztem. Az, hogy utána a sárga lapot kapott a kapus, tehát ő elgáncsolta a lábamat, amikor már húztam át a labdát, azt nem tudom, hogy ezt hogy tudja megmagyarázni igazából a játékvezető, mert hogyha van egyértelmű piros lap, és ahogy le van írva, hogy nyilvánvaló, tehát egy nyilvánvaló gólhelyzet volt, akkor nem tudom, hogy miért a sárga lapot húzta elő, hát kicsit ott a reakciómon is lehetett látni, hogy amikor elgáncsolt, én már egyértelműen azt gondoltam, hogy akkor ez a kiállítás 11-es, mert tényleg nem tudom megmagyarázni, hogy ez hogyha nem a Király Gabi, szerintem a kapus, ugye, akit a múltján fogva gondolom a játékvezetők tisztelnek, akkor nem egészen értem, hogy maradhatod el a kiállítás. Sajnos nem láttam ezt a helyzetet élőben, csak felvételről, mert a Pedrák Bosnyákkal mentem el a rövidre, és arra fordultam vissza, hogy már Rados fekszik a földön. De megnéztem, visszanéztem videón, és úgy láttam, hogy az ötösön belül támadták a kapust, úgyhogy le lehetett volna ezt fújni kifele szabadulásnak, én úgy érzem. Mégis ezért pozitívumai is voltak ennek a mérkőzésnek, én úgy gondolom. Hogyha lehet ilyet kérdezni, mi volt szerinted a legnagyobb pozitívuma ennek a meccsnek, nyilván az eredménytől függetlenül? Hát én úgy érzem, hogy kezd a játékunk meccsről meccsre egyre stabilabb és jobb lenni. Erre a meccsre is lehet építeni, mondom, meg voltak a helyzeteink, szép támadásokat is vezettünk, stabilak voltunk, az ellenfél igazából nagy gólhelyzetet nem tudott kialakítani, úgyhogy tanulnunk kell a hibáinkból, és a következő meccseken ezeket kijavítani. Mi az, amire lehet építkezni? Arra semmiképpen sem, hogy megint buta gólokat kaptunk, tehát ilyen hibákat nem engedhetünk meg magunknak, egész csapatra értve. Van olyan, amikor valakinek rosszabb napja van, valakinek jobb napja van, de ezeket a gólokat mind csapat szinten kapjuk, tehát itt mindenki hibás, úgyhogy ezek tényleg amatőr gólok voltak, én azt gondolom. Előrefele nyilván volt pozitívum az, hogy elég sok olyan támadást tudtunk véghez vinni, amiket ugye az előbb beszéltem róla, hogy rosszul fejeztük be. Tehát ez a befejezéseken mindenképpen kell változtatni. Az, hogy addig eljutunk, azzal most már talán nincsen probléma. Tehát ez azt mondom, hogy egy pozitívum, de hát ugyanannyit ér, mint hogy első jutnánk odáig, hogyha nem használjuk ki a lehetőségeket. Egyelőre gondolom, még a Videóton a Újpesttel nem foglalkoztok, de a Fradival igen, mire számítasz? Hát egy nagyon nehéz meccsre számítok, főleg úgy, hogy gondolom a Ferencvárosnál azért a héten lesz fejmosás az elszenvedett vereség miatt és a mutatott játékuk miatt, volt szerencsém megnézni. Úgyhogy nagyon parázs mérkőzésre számítok és kemény csatára.
pontokra, pontra? Hát mindenképpen pontért, pontokért utazunk. Nekünk minden meccs létfontosságú, és minden meccsen szeretnénk pontot szerezni. Az a legfontosabb, hogy csapatként működjünk együtt, illetve az, hogy ugyanúgy, ahogy szerintem az elmúlt meccseken megvolt, szívünket, lelkünket kirakjuk a pályára. Ha ez meg lesz, akkor azt gondolom, hogy bármi megtörténhet. A Fradi sincs egy olyan top formában, úgyhogy nyilván enélkül szerintem ki sem menjünk a pályára, de hogyha ez mind meg lesz, akkor azt gondolom, hogy esélyeink lesznek a Grupama Arénában.